2005 óta működik a Medicinliget Alapítvány a szociális ellátás idős gondozás területén. Az eredetileg 27 ágyas idősek otthona több épületszárnyal bővült. A 10 éves jubileumi ünnepségükön átadták a kistérségi gondozási centrumot, amely egy 21 ágyas bentlakásos intézmény. Ezen kívül 14 fő részére nyújtanak nappali ellátást, illetve létrehoztak egy 40 ágyas ifjúsági és diákszállást, amivel a középiskolások 50 órás közösségi munkáját segítenék. Megnyitották a Kincses udvarházat is, ahol a bentlakók hozzátartozói kulturált körülmények között tölthetik az idejüket. Az intézményben létrehoztak egy új gondozási formát, az időskori öngondoskodó életmodellt. Ősz folyamán fogunk üzembe helyezni 16 darab 40 ágyas apartmant, amely apartmanokat akár tulajdonba, akár örökös bérleti joggal meg lehet vásárolni, és ide beköltözik az idős, de csak akkor az ő általa igényelt ellátásokat nyújtjuk neki. Tehát ez nem egy szokványos idős otthoni ellátás, hanem közelébe kerül annak az ellátásnak, amikor majd akkor válik szükséges, amikor már végképp nem tudja magát ellátni. Az ünnepségen az engesztelő és megbocsátás kápolnát is átadták. Ezt a római katolikus, a református és a baptista egyházak képviselői áldották meg. Ami az engesztelés lényege, fölülemelkedni a társadalom megosztottságon, a személyes példamutatása, a krisztusi keresztényét élni, és elfogadni, megérteni embertársainkat, és mi kezdeményezőként személyes példamutatással jó úton járni. A Kárpát-medencében 33 kápolnát szeretnének építetni, ebből a Noszpai valósult meg elsőként. A jubileumi átadón dr. Czuriga István gyűjteményét is bemutatták, festmények a szívjegyében címmel.